Mindannyian találkoztunk már egyszer vagy máskor hetszeléssel, rossz indulatú megjegyzésekkel, harapós megjegyzésekkel vagy akár nyílt féltékenységgel és agresszióval. Ha kíváncsi vagy, miről van szó, nézd meg ezt a filmet. A gyűlölet általában féltékenységből, agresszióból vagy félelemből fakad. Koncentráljunk először a féltékenységre. Gondolkodjatok el egy pillanatra, hogy ki és mi kommentál rossz indulatúan. Először is, azok az emberek, akik csinálnak valamit, az aktív emberek ki vannak téve a helynek. Nehéz támadni valakit, aki nem tesz semmit, nem hívja ki magát, nem mutatja meg magát, tétlen. Ha azonban valaki új céget alapít, képez, boldog kapcsolatot épít, videókat készít valamiről, ami a szenvedélye, megosztja a tudását és a tapasztalatait, akkor azonnal jönnek a rossz indulatú megjegyzések és a heccelés. Ha valami nem tetszik, ha valami nem érdekel, egyáltalán nem foglalkozom vele. Ha nem szeretem az ételt, nem eszem meg. Nem veszek olyan terméket, ami nem tetszik, csak azért, hogy egész este a gyártóra panaszkodjak. Ha nem tetszik egy film, egyszerűen kikapcsolom. Ha nem tetszik egy ruhadarab, egyszerűen nem veszem meg. De ha valaki kritizálja a tevékenységedet, azt, hogy te csinálsz valamit, az azt jelentheti, hogy legbelül én is szeretnék valami hasonlót csinálni, de hiányzik belőle a bátorság, az elszántság, hogy vállalja a munkát és az erőfeszítést. Az ilyen kritika alapja lehet a félelem is, az illető tudat alatt kisebbrendűnek érzi magát. Néha olyan emberek támadnak ránk, akiknek nem tettünk semmit, és akik valójában nem is akarnak tőlünk semmit. Ezek az emberek fájdalmat és haragot hordoznak magukban. Néha ez a fájdalom a nap eseményeihez kapcsolódik, máskor pedig egzisztenciális fájdalom, ami azzal a ténnyel kapcsolatos, hogy valaki nem azt az életet éli, amit szeretne. Mindkét esetben fontos, hogy együtt érezzünk a kritikussal, és folytassuk. Ne keveredj vitába egy gyűlölködővel, mert az egyetlen céljuk, hogy megbántsanak téged, és levezessék a bennük lévő dühöt. Ne számítson arra, hogy meg tudja győzni őket az álláspontjáról, vagy meg tudja magyarázni nekik a kapcsolatát. Az agresszorokat nem érdekli az igazság kiderítése vagy a megértés. Őket csak az érdekli, hogy megszabaduljanak a szenvedésüktől. Szívből együtt érzek az ilyen emberekkel, és mindig sajnálom őket. Természetesen az agresszor vagy gyűlölködő alatt nem csak az internetes kommentekre gondolok. Ugyanez a helyzet offline is. Egy kolléga, egy munkatárs, egy házastárs, egy anyós, egy apa, bármelyikük lehet ilyen típusú agresszor. Különösen nehéz megvédeni magunkat egy hozzánk közel álló szemétől. Erős önbizalomra van szükség, és erős meggyőződésre, hogy a tettek helyesnek bizonyulnak. Mindazonáltal az ilyen helyzetek nagyon nehezek. Ezért minden nap építened kell az önbizalmadat, és harmóniában kell élned a sorsoddal. Ha az agresszor vagy a gyűlölködő átlép egy határt, meg kell védenie magát, és minden törvényes eszközt be kell vetnie, hogy megakadályozza, hogy bántalmazza önt vagy szeretteit. Amíg a gyűlölködő csak rossz indulatú megjegyzésekre és szóbeli gúnyolódásra szorítkozik, addig nem kell tudomást vennünk róla, és együtt kell éreznünk féltékenységével és haragjával. Ne feledd, hogy minden gyűlölködő a figyelmedből és a sértettségedből táplálkozik. Ha nem adod oda neki, akkor más áldozatot fog keresni. Éld álmaid életét, harmóniában önmagaddal, és emlékezz arra, hogy fénylény vagy, és az élet értelme a növekedés. Gondolkodj el, van-e valami, amit már nem csinálsz, mert egyszer valaki kritizált. Gondolja át újra, hogy élvezi-e ezt a tevékenységet, és hogy vissza akar-e térni ehhez a tevékenységhez. Adj magadnak néhány percet, hogy átgondold ezt.
Ha találtál valamit, próbálj meg visszatérni hozzá, és élvezd.